Az utóbbi hetek egyik legnagyobb magyar sportszenzációját kétségkívül Walter Attila szolgáltatta, aki a Giro d'Italia-n 3 napon keresztül viselhette az összetett legjobbjának járó rózsaszín trikót, a Maia Rózát. Attila mellett egy másik magyar kerékpáros is képviselte hazánkat a versenyen, Dino Márton személyében. A késsportoló a bánában mesélt egyedülálló sikereik hátteréről, élményeikről és a nehézségekről. Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos pedig jelezte, hogy 2020 után ismét megpróbálják Magyarországra hozni a 2022-es Grand Departanzát. Igazából engem nem lepett meg, mikor beértem, már mindenki más versenyzőket tippelt, de én tudtam, hogy ez elég volt ez az idő, az a különbség nem volt akkora, hogy meglegyen a trikó, úgyhogy a csapat jobban meglepődött, a masszőrnek mondtam, hogy meglett a trikó, és mondta, hogy nem, hát nem szólt senki, mondtam, hogy higgy el, meglett a trikó. Ja, a legjobb pedig, a legjobb része volt gyakorlatilag az egész Giro-nak, és talán az eddigi pályafutásomnak is, mikor felhívtak a színpadra, nyílt a nagy LED fal, és Dina Márton akkor érkezett a célba, és szegény sokkot kapott, és így állt a színpad alatt. Az egy egészen elképesztő élmény volt szerintem mindkettőnknek. Nekem óriási dobott az egész ceremónián. Nyilván azért, mert akkor vettem fel először a rózsaszín trikot, de egy nappal később, mikor Marci már nem állt ott lent, akkor az már nem volt akkor a feeling. Úgyhogy nagyon-nagyon jól jött ki igazából. A sors jól hozta, hogy tudtunk egymásnak kiabálni magyarul, senki nem értette. Nem is idézem, mert nem sajtóképes, de egészen elképesztő élmény volt, úgyhogy ez adott nekem egy extra löketet így az egész rózsaszín trikónak, és utána a csapat is kezdte elhinni, hogy ez tényleg így van, és látható is volt akár a videóban, meg a 3 hét során, hogy mindent megtettek, onnantól kezdve értem. Hát a csapat számára nem volt egy jó etap, és mindenki ilyen nagyon fancsali képet vágott a buszban, az egyik csapattársam feladta, és kicsit rosszul is éreztem magamat, mert én gyakorlatilag a beérkezéstől kezdve a következő napig mosolyogtam. Nem tudtam más csinálni, tehát hogyha a gyerekkori barátomat látom rózsaszín trikóban, az számomra körülbelül akkora sikerrel ért fel, mint hogyha én magam nyertem volna a szakaszt. Egészen elképesztő, ami itthon folyik. Kicsit szomorú is voltam, hogy bevallom őszintén ott kint, hogy mekkora kerékpárláz van itthon, és én nem vagyok itt ennek a közepén, vagy hogy én is ezt átélem, ezt az egészet, de hát volt egy fontos dolgom ott kint, úgyhogy örülök, hogy ez kitart ez az egész, és nem, ez nem egy ilyen egynapos dolog volt, és mindenki elfelejtette, ahogy hazaértünk, hiszen még sokáig tartott a verseny onnan a rózsaszín trikótól, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen sok embert érdekel, hogy ennyien olvasnak, ennyien szurkolnak. Ez nyilván személyemnek is jól esik, és mint kerékpáros is nagyon fontosnak tartom, és hát bízom benne, hogy ez elősegíti majd, hogy fejlődjön a hazai kerékpársport. Meg kell tanuljak azzal együtt élni, hogy ha már egyszer elért az ember valamit, és utána nem sikerül, akkor az már egy rossz teljesítmény. Tehát ha jövőre mondjuk 20. leszek egy Grand Touron, ami szintén szerintem egy jó eredmény, az már nem egy jó eredmény. Tehát ezt mind egy sportolónak le kell játszani a saját magába. Nekem is majd oda kell figyelni, de bízom abban, hogy az emberek is megértik, hogy nem mindig egyszerű felfele lépkedni, főleg ha az ember már ilyen közel van a csúcshoz. Kétségtelen, hogy lesznek olyan periódusok az én karrieremben, és amikor visszafele lépkedek, akkor kell majd az emberek támogatása igazán, és akkor kell majd a szurkolás. Viszont örülök annak is, hogy tényleg ilyen komoly szinteket sikerült már felállítani, és hiszek abba, hogy ezeket is sikerül majd ugyanúgy megdönteni. Tényleg sokat dolgoztunk azért, hogy a kerékpározás népszerűbb legyen Magyarországon, de ti, amit tettetek, azt sok éves munkával sem tudtuk mi elérni, úgyhogy köszönjük szépen. Nézve a Giro-nak az eseményeit, azt gondoltuk, hogy méltánytalan lett volna, hogyha ezt a bejelentést nem a Giro magyar hőseivel együtt tesszük meg, úgyhogy itt szeretném még egyszer aláhúzni, hogy a kormány támogatja a Giro magyarországi nagy rajtja, az Magyarországon kerüljön megrendezésre az első 3 szakaszsal együtt. Azt hiszem, hogy meg kell elégedjek azzal, amit teljesítettem, mégiscsak az első Giro d'Italia-n volt, nagyon sokat tanultam, nagyon sokat tapasztaltam, amiket jövőre bízom benne, hogy tudok majd hasznosítani. Akkor adja magát a kérdés, hogy a jövő mit hoz? Bízom benne, hogy egy budapesti rajtos Giro d'Italiát.